Átadták az év egyetemi sportolója díjakat. Az elismerést a 2015-ös felnőtt sportági világbajnokságokon első helyezett, az egyetemi Európa-bajnokságokon érmes, valamint a nyári univerziádén dobogós sportolóknak ítélte oda a Magyar Egyetemi Főiskolai Sportszövetség. Így az univerziádén bronzérmes párbajtőrvívó Berta Dániel, a Pécsi Tudományegyetem természettudományi karának hallgatója is bekerült az év egyetemi sportolói közé. Büszkeséggel tölt el, és örülök, hogy a PTS színeiben sikerült mindezt teljesítenem. Mint azt a komoly eredmények is mutatják, most a vívás az elsődleges Dani életében, de mellette hallgatóként is igyekszik helytállni. A kettő együtt pedig zsúfolt napokat eredményez. Valamikor egész héten Pesten vagyok a válogatott kerettel felkészülésen. Délutáni edzéseim vannak majdnem minden nap. Emellett azért próbálok az egyetemre is bejárni, amikor tudok, ha van időm, de mondhatni, hogy sűrű. Edzésekkel, tanulással, órákra járással, ezzel telik egy napom. A készülés viszont nem állhat meg, a tervek ugyanis nagyok. Az elkövetkezendőkben a világkupákon, illetve a most következő felnőtt magyar bajnokságon minél jobb helyezést elérni, illetve szeretnék éremmel hazatérni idén is. A világkupákon a legjobb 16-ba, esetleg 8-ba bekerülni. A riói olimpiával kapcsolatban nem tudok konkrét dolgokat mondani. Teszem a dolgomat, és majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle, de azt mondom, hogy inkább a következő olimpiai ciklus lesz az enyém.